Jó estét kívánok, vagy szép napot, mikor nézed meg, nem tudom ezt a felvételt. Arra gondoltam, hogy egy kicsit kimozdítalak a kényelmi pozíciódból ezzel a videóval, ugyanis egyre jobban az az érzésem, hogy talán nem neked találták ki mégsem ezt a internetes vállalkozást, amit én neked próbálok ajánlani. Ezért most gyorsan összefoglalnám 3 percben, hogy mi is lenne az ajánlatom, hiszen valószínűleg még ez sem derült ki számodra az eddigiekből, mert hát valljuk be, ugye 7-8 levélből, egy levélsorozatból nem mindenki nyit meg minden levelet, és hát ahogy láttam a webkonferencián is sokan vannak még, akik nem jöttek el. No, itt van a péntek, kezdődjön a hétvége, egy kis lazítás, de azért számodra remélem, hogy egy kis gondolkodással fog eltelni ez a 1-2 nap. Ugyanis azt ajánlom neked, hogy az elkövetkezendő 3 hónapban olyan dolgokra foglak megtanítani, hogyha a videó végén úgy gondolod, hogy kitöltöd ezt az űrlapot és elkéred ezt a bizonyos jelentkezési űrlapot. Tehát olyan dolgokat fogok neked megtanítani, amit mások nagyon jó pénzért fognak neked eladni, ha mégis úgy döntesz, hogy az interneten maradsz és megpróbálsz valamilyen munkába kezdeni, legyen az MLM, legyen az bármilyen más infotermék. Ezeket az információkat, amit én a már említett, talán már hallottál róla, a tnsbázis.com VIB DVD-ről, tehát ezen a DVD-re már felírtam olyan tudást, olyan eszközöket, olyan információkat és oktató videókat, amelyeket neked így egészben senki nem fog odaadni valószínűleg, legfeljebb egy olyan képzett vezető egy másik hálózatban, aki lehet, hogy nem fog téged megtalálni, vagy te nem fogod megtalálni. De ezzel csak azt szeretném elmondani, hogy valószínűleg megtaláltad a számításodat, csak még te nem tudod, és még nem tartasz ott a tudásban, hogy ezt tud értékelni, tehát még nem látod az elejét sem a munkának, ezért szerettem volna, hogyha ma meghallgatsz, és remélem, hogy ezek után nem is kell kitölteni azt az űrlapot, inkább vedd fel velem a kapcsolatot, a weboldalon ott a gyorsító sáv menüpont, nézd meg, töltsd ki, és utána beszélünk.